Az elmúlt nagyjából másfél évben 43 beszélgetést készítettünk a Fradi Szívben. Az alanyok a klub bajnokai, edzői és ismert szurkolói voltak, akikkel a Ferencvárost körülvevő közegről, a Fradi családról és a fradizmusról beszélgettünk. Lássunk most egy csokrot az eddigi legemlékezetesebb gondolatokból. Kevés ez az adásidő, hogy erre, hogy ezt így kifejtsük. Ezt Elek Gábor mondta a legelső Fradi Szívben, amikor a fradizmusról kérdeztük. Műsoridő ide vagy oda, Gábor elkezdte megfogalmazni a gondolatait, csak úgy, mint később a többi vendég. Egy olyan közösséghez tartozás, ami nagyon-nagyon mély érzésekkel jár, és nagyon-nagyon mély érzéseket mozgat meg az emberbe. Tehát én körülbelül ezt így tudnám megfogalmazni, de igazából aki ezt nem érzi, annak soha nem fogja tudni megmagyarázni. A Fradi az egy olyan varázslatos hely, ahol ha egyszer beteszi a lábát az ember, nem szabadul. Tehát ott olyan ingergazda környezet volt akkor, és olyan ingerek értek, hogy azzal keltem, azzal feküdtem, és amikor fölvettem az elsőmet, hát ez egy földön kívüli boldogság volt. Nap mint nap jó volt bejönni ide, minden családias volt, mindig olyan emberekkel találkoztunk, akik példaértékű volt, példát mutattak nekünk, én gondolok erre arra is, hogy például egy Flóri bácsival minden nap jó volt találkozni az emeleten is oda menni, és egy pár szót beszélni, vagy mondatot, és azt gondolom, hogy Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos, tehát olyan legendákkal találkoztunk mindig a klubházban, hogy mindig jó volt bejönni. Mindig elgondolkozom, hogy nehéz ezt szavakba önteni, ezt a fradizmust és a Fradi családot. Nagyon jó egy olyan közösséghez tartozni, ami az ország legnagyobb közössége szerintem. Hát nekem az életemet jelenti, még a mai napig. De azért nem magától jön, hogy valaki fradista lesz, vagy fradizmus, ebből bele kell születni. Tehát nem úgy, hogy csak jövök, és akkor egy év múlva, két év múlva azt mondom valamit, hogy én egy nagy fradista vagyok, mint ahogy a mai világban azért már nem is nagyon lehet ugye mondani, vagy sem a mai időkben. Ugye egy-két év után azért a játékosok zöme nem marad az adott klubnál, hanem mit tudom, egy euróval többet fizetnek valahol, akkor egyből hátat szorít a klubnak. Azért számtalan olyan vendégünk is volt, aki nem zöld vérrel született, de miután a klubhoz került, annak rabjává vált. Ilyen volt az imént már megszólaló Kökény Bea is, aki tanult fradistának hívta magát. És hogy mit tesz valakit az eredményein túl igazán méltóvá arra, hogy a legnagyobb fradisták között emlegessük? Az egyik ilyen faktor tán a szerénység. Nekem ez olyan nagyon furcsa érzés mai napig is, hogy egy Albert Flóriánnal, esetleg egy más olimpiai bajnokokkal egy szinten emlegetnek, szóval nekem ez nagyon megtisztelő, és mindig így egy kicsit most is elérzékenyültem ezen, hogy egy ilyen nagy klubnak és egy ilyen hagyományokkal rendelkező klubnak a tagja lehetek. Az erkölcs, az erő és az egyetértés mellé a hűség szó is beillene a jelmondatba. Egy életen át szeretné a Ferencváros, ha elköteleztem magam. Ez egy olyan közeg, egy olyan nagy család, hogy mindenhogy az ember a családban is nagyon szeret lenni, ott is szeret mindenki. Hát vannak kisebb problémák, azt viszont meg kell oldani. Ez egyszer nehéz elmenni egy más színbe, kifutni egy más dressbe, szóval nekem ez valahogy nem ment volna. Akár csak az önzetlenség. Amikor édesapám először megkötötte az Adidasszal való szerződését, nagyon kevesen tudták, mert nem lehetett. Tehát nem engedte az akkori rendszer. És amikor bement az Adidas boltba, az Adidas azt személyesen fogadta, és azt mondta, hogy na, akkor milyen cipőt szeretne. És akkor mondta, hogy szeretne egy éleset, meg egy gumisat. De azt mondja, hát itt 10 pár cipőről van szó, vagy 15. Azt mondja, igen, de nekem kettő kell, adjanak ugyanúgy a Rákosinak, adjanak a Szűcsnek, tehát hogy ő egyből, amit kapott, azt adta is egyből tovább a játékos társának, mert mondta, hogy ez nem egyéni sportág a labdarúgás, hanem hogyha mellette vagy mögötte nincsenek olyan játékosok, akkor lehet, hogy ő se lett volna ekkora sztár. Vagy a feltétel nélküli fradizmus. A fradizmusomat nem teszem függővé aktuális vezetőségtől, aktuális élethelyzetektől. Tehát én a gyerekkoromtól kezdve fradista vagyok, és úgy gondolom, halálomig fradista is leszek. Ez nem változik attól függetlenül, hogy én a Fradiba dolgozok, vagy éppen nem dolgozok, éppen kapok munkát, nem kapok munkát, játékosként éppen sikeres vagyok, vagy kevésbé sikeresek, több kritikát, vagy kevesebb kritikát kapok úgymond ettől a közegtől. A fradizmus többféleképpen lehet megélni.
Van, aki nap mint nap kimutatja, büszkén hirdeti, hogy a klubhoz tartozik, más visszafogottabb etéren. Nem azzal szeretem volna elfogadhatni magam, hogy csókolgatom a címert, vagy pedig olyan dolgokat mutatok a szurkolóknak, ami alapján elfogadjanak, hanem a játékommal, a szenvedélyemmel, a hozzáállásommal, és én azt tapasztaltam meg, hogy a fradi szurkolók a szenvedélyes futballt szeretik, azt, hogy egy játékos meghal a csapatért, úgymond a pályán, mindent megtesz azért, hogy győzzön, és ők, a szurkolók ezt azzal úgy fogják föl, hogy na, ennek az embernek van szíve, és hogyha a Fradiért küzd, akkor összejön a kettő, Fradi szív. És ha már Fradi szív, nem csak a műsorunk címe, de egyik központi gondolata is e megfoghatatlan fogalom körüljárása. Talán Fodor Szabolcs és Lisztes Krisztián írta le legjobban a különbséget a Fradi szív, és a bármelyik klubnál megtapasztalható, a profiktól elvárható akarás között. Ezt rá lehetne fogni arra, hogy ez csak egy nagyon komoly hozzáállás a sporthoz, nyerni akarás, küzdés. De aki ide jön a Fradiba és érzi, hogy a klub tényleg mennyire összetartó, és ez az még egy, meg mennyire fontos, meg tényleg az ország legnagyobb klubja, mert mennyire reflektorfényben van, az érzi, hogy az még egy ezen a plusz akarása meg tud egy picit nyomni és egy picit lögni, és én azt gondolom, hogy ez a Fradi szív. Egy megfogalmazhatatlan plusz, amivel a Fradi rengeteg olyan sikert és győzelmet ért el, ami esetleg egy megfordított mérkőzés, egy utolsó pillanatokbeli mérkőzés, amikor a papírforma teljesen borította a Fradi, mert egy sokkal magasabban jegyzett csapatot vert meg. Ehhez kell egy olyan közönség, aki nagyon kritikus, és kihozza a csapatból ezt a Fradi szívet, amikor úgy mész fel a pályára, hogy tudod, hogy nincsen más választásod, mert egyszerűen ez a plusz 20-30%-ot, amit a közönség hozzá tud tenni a te teljesítményedhez, ez nem jön ki mondjuk egy olyan klubnál, ahol kim vannak 2000-en, 1000-en, ez nem jön ki egyszerűen. És az a játékosnak is, akinek azt mondják, hogy Fradi szíve van, annak megvan ez a plusz szenvedély, ez a, mondhatni, hogy ez a lélek, amire azt mondod, hogy valaki azt mondjuk, hogy lélektelenül játszik, ugye ennek talán az ellenkezője Fradi szív. Fradi szívvel játszik. Na igen, a szurkolók. A kiváló sportolók mellett ők azok, akiknek még rengeteget köszönhet a klub. Olyan szurkolások soha nem voltak, például egy Benfica Porto mérkőzésen, vagy egy Sporting Porto mérkőzésen, amit itt tapasztaltam. Tehát és amit a Ferencváros szurkolók csináltak, vagy csinálnak mai napig, az elképesztő. Tehát ahogy az ember ott kifutott a pályára, és hát most már utólag tudom, hogy 16 éven keresztül ezt a csodás szurkolótábort tudtam hallgatni, ez fantasztikus volt. Tehát ilyen szurkolásban részem nem volt Portugáliában se, és se Salzburgban se. Kapu mögött ott elég hangosan pénztárgép szallag a zsebünkbe. Magunkkal vívja, emlékszem, még egy jégkorong meccsen annyit kiabáltam, hogy már felszóltak, hiába fradisták voltak, hogy most már egy picit tűrtöztesse magam, ez már sok, de az a vehemencia az már akkor is bennem volt. És hát a barátaim Dózsa drukkerek voltak, és én is Dózsa drukker voltam. És apám meghallotta ezt fél időben, és akkor azt mondta, Karcsi? Dáreki? A nagyapád, a nagybátyád, én Fradi drukker vagyok. Böcsületes keresztény magyar ember a Fradinak drukkol. Második időben már Fradinak drukkoltam. Ritkán van ez így, hogy apámra ennyire hallgattam. A barátaim nagyon szórakoztak is velem. Recseréltem a gomfoci csapatomat is, rögtön Fradi csapatom lett. Az az igazság, hogy a Fradi az nálam az édesapám és a családom miatt a kereszténységgel összefügg. És ennek vannak, még egyszer mondom, tényszerű magyarázatai. Hiszen a kinizsivre cserélés, stb. Tehát voltak olyan periódusai a történelemnek, amikor fradistának lenni ciki volt. Hát szerettem a Fradit, mert mindig az neki csapat volt, és hát az egy szép család, ez a Ferencváros. Nem ért ezért semmiféle hátrány, csak hát morgorodtak, mikor bemondtam a koncerten, hogy akkor hajrá Fradi, akkor is csak a Fradi, meg mit tudom. Meg hát a nyakamban van mindig a medál, a fradista medál.
Elek Gáborral nyitottunk, Túróci Szabolcs volt az első ismert szurkoló vendég, Gerendás György, Sike András, Magyar Zoltán, Varga Zsolt, vagy éppen Kovács Kokó révén olimpiai bajnokok is megtiszteltek minket, de Mucsi Zoltánról és Bodrogi Gyuláról is kiderült, hogy fradisták. Az összes eddigi beszélgetés visszanézhető a 9.tv Facebook oldalán és YouTube csatornáján, a nyári szünet után pedig folytatjuk. Nem lehet mindig ennyire sikeres évadot, akkor is szeressük a Fradit, amikor MB2-ben van, akkor is szeressük, amikor küszködik, és hát tegyünk azért, hogy minél több igazi hazafias focistánk legyen, meg sportolónk.